oltalom szeretett szolgálat, a nappali melegedő, a népkonyhai szolgáltatás és az éjjeli menedékhely is elérhető a fedél nélkül élők számára. Felhalmozódott az avar, büntetést kaphatnak azok, akik nem seprik el ingatlanjuk elől a lehullott faleveleket. Mestervizsga, 9 szakács vehet át mesteroklevelet az iparkamarától. A nappali melegedő, a népkonyhai szolgáltatás és az éjjeli menedékhely is elérhető a fedél nélkül élők számára. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az oltalom szeretett szolgálat nappali melegedője jelenleg 130 fővel működik, az éjjeli menedékhely pedig kezd 100 főre töltődni. Ezek a számok a téli időszakban megnőnek. Tavaly a leghidegebb napokon 140 főnél is többen kértek tőlük segítséget. Szakember hiány nincs az intézményben, de önkénteseket szívesen fogadnának, jelentkező azonban nem volt az elmúlt években. Múlt héten még a meleg rekordok dőltek meg nap mint nap, a héten azonban már megérkezett a hideg időjárás, így az oltalom szeretett szolgálatnál jelentkezők száma is megnőhet a következő napokban. Az intézmény egész évben működteti a nappali melegedőt, elérhető a népkonyhai szolgáltatás és az éjjeli menedékhely is nyitott a fedél nélkül élők számára. A nappali melegedőn ugye ott igénybe vehetnek ügyintézéshez segítséget, ha valakinek mondjuk nevelőszülőknél van a gyermek, akkor kapcsolattartás, telefonos kapcsolattartásra, álláshelykeresés, lakás lehetőség keresése, pontosan lakhatás. Igazából bármiben igyekszünk segíteni. Ugye postai címként adják meg az intézményünket, tehát azokat is csak itt tudják átvenni, ha valamilyen hivatalos levelük érkezik, de tényleg azt mondom, hogy bármiben a kollégák mindenben igyekeznek segítséget nyújtani. Reggel 8-tól délután 6-ig kell a nappali melegedőnek nyitva tartani, az éjjeli menedékhelyeknek pedig este 6-tól reggel 8-ig kell ellátni a rászorulókat. Ezt tartalmazza az az új törvény, amely tavaly október 15-én lépett életbe. Az oltalom szeretett szolgálat intézményi keretek között körülbelül 300 embert lát el Nyíregyházán. Ehhez képest körülbelül 20-30 ember van az utcákon télen, így a helyi helyzet nem rossz ebből a szempontból. Az életbe lépett új szabályozás csomag tiltja az életvitelszerű utcánlakást, azaz az utcai hajléktalanságot. Már nem csak az önkormányzat által kijelölt területeken nem tartózkodhatnak hajléktalanok, hanem egyetlen közterületen sem. Az új szabály szerint első körben közérdekű munka szabható ki a hajléktalanra, de ha ezt nem vállalja, elzárás jön. A nappali melegedőnkön ott igazából nem vettük észre, nem volt ennek semmilyen hatása, nem volt érdekes módon a nappali nem nőtt meg a kihasználtságunk sem, viszont az éjjeli menedékhelyen ott a szokásos 110-120 fő helyett ott elértük a 140 főt, tehát inkább ott érződött, mert kis településekről idehozták be az önkormányzatok a hajléktalansággal veszélyeztetett vagy hajléktalanként élő embereket, viszont ők a tavasz beáltával vissza is mentek a saját településeikre. Most várjuk, hogy vajon vissza fognak-e jönni. Az intézményben dolgozó szakemberek száma elegendő, viszont önkéntesek segítségét szívesen fogadnák. Nagy Judit szerint, mivel sokan nem ismerik ezt a területet, így előítéletekkel gondolnak rá, ezért egyáltalán nem jellemző, hogy jelentkeznének az oltalom szeretett szolgálathoz. Pedig akár az adományok válogatásában, vagy az idősek otthonában akár csak beszélgetéssel vagy közös társasjátékozással is fontos szerepet tölthetnének be az önkéntesek. Koszorúval akartak megfélemlíteni egy rendőrt, a Vásárosnaményi járási ügyészség indítványára a nyomozási bíró letartóztatta azt a két beregi férfit, akik ukrán megbízójuk utasítására koszorút helyeztek el az egyik rendőr háza elé azért, hogy megfélemlítsék. A rendőrség nyomozást indított zaklatás büntette miatt, mert a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság egyik határrendésze a vidéki családi háza előtt egy műanyag zsákban elhelyezett koszorút talált, melynek szalagjaira a rendőr halálára utaló feliratot írtak. 5 napon belül sikerült elfogni két környékbeli magyar férfit, akikről megállapították, hogy egy ukrán férfi megbízásából jártak el, amiért 50 000 forintot kaptak. Kiderült ugyanis, hogy az ukránnal szemben korábban a rendőr intézkedett, amiért az haragudott rá. Ráadásul az ukrán férfi szerint a rendőr akadályozza a határ közelében végzett cigarettacsempészetet is, ezért meg kell őt félemlíteni. Az ügyészség azért indítványozta a
két gyanúsított letartóztatását, mert külföldi társukat egyelőre nem sikerült elfogni, így fennáll az összebeszélés veszélye, amennyiben a gyanúsítottak szabadlábon védekeznének. A bíróság egy hónapra rendelt el a gyanúsítottak letartóztatását, akik védőikkel együtt fellebbeztek a döntés ellen. 9 szakács vett részt az iparkamara mestervizsgáján a nyíregyházi Sipkai Barna iskolában. Nagy mértékű a szakember hiány és az utánpótlás is problémás az ágazatban, a továbbképzés azonban mindenki számára fontos. A vizsgabizottság többek között ellenőrizte a nyersanyag használatot, az ízeket és az asztalösszhangot is. A mestervizsgát mind a 9 szakács sikeresen teljesítette. Ezeket a különleges, újra gondolt ételeket készítették a mestervizsga résztvevői a Sipkaiban. Kedden meleg ételeket, szerdán pedig hideg ételeket készítettek különböző technológiai eljárásokkal. Karóczkai Dávid már 17 éves kora óta dolgozik a szakmában, saját bevallása szerint első munkahelyének és oktatóinak sokat köszönhet. Itthon és külföldön is szerzett tapasztalatot, jelenleg pedig Biriben dolgozik a Letil Kúria egyik séfjeként. Úgy érzem, hogy a fejlődés ebben a szakmában nem állhat meg. A továbbképzés itt nagyon fontos. Munkahelyek szempontjából is jelenlegi munkahelyhez a plusz tudásadása szerintem kiemelkedően fontos a mai világban, a versenyképesség. És nem zárkózom el igazából attól sem, hogy szeretnék valamikor oktatni is igazából. És hogyha erre lehetne egy kis nyitott kapu, vagy valami ilyesmi, akkor azt kihasználnám. A vizsgán összetett feladatot kaptak a szakácsok, különleges menüsort és konyha technológiát kellett bemutatniuk. Először is volt egy tanfolyam részt, egy tanfolyamot venni, majd ennek volt egy modulzáró vizsgája, volt egy írásbeli vizsgája, és a távén mai nap folyamán volt 2 részmunkájuk. Volt egy 5-fajos menüsor, és most egy 6 plusz 1 személyes dísztál készítése. Ugye azért 6 plusz 1, mert van egy 6 személyes dísztál, és van hozzá egy úgynevezett diszpléi tányér, egy kóstoló tányér, ami meg is kóstolhatjuk, hogy mi készítettek el számunkra. A vizsgabizottság ellenőrizte az ízeket, a nyersanyagok felhasználását, a színeket, illetve hogy a szakácsok mennyire tudták a mai kornak megfelelően tálalni az ételeket. A hideg konyhában is nagy hangsúlyt kap a tálalás, illetve az aszpikos ételek készítése, valamint maga az asztalösszhang. A szakácsmesterség évek óta hiány szakmának számít az országban. Ennek az okait igazából még én sem látom teljesen tisztán, de az utánpótlással problémák vannak. Többet kell foglalkoznunk a gyerekekkel, és a szakmai képességeiket fentebb kell hozni a mindennapokban, mert azt veszem észre, hogy nagyon sokan vannak most úgy a szakmába tanulók, akik igazából nem ösztökéltek, nem akarják csinálni. És úgy gondolom, hogy egy kis plusz dolog a tanulók mögött, az lehet, hogy visszabillenteni ezt az egész rendszert a normális kerékvágásba. A mostani mestervizsgán 9 szakács vett részt, ezt végül mindenki sikeresen teljesítette. A szakembereknek szükséges ezután is a folyamatos továbbképzés, ugyanis az évek alatt változnak a trendek, változnak a nyersanyagok, az elkészítési mód, a tálalás és az adagolás is. Ahhoz, hogy valaki jó szakács legyen és jó szakember is maradjon, ahhoz ezeket nyomon kell követni, tette hozzá Szoboszlai Gyula. Büntetésre számíthatnak azok, akik nem takarítják el ingatlanuk elől az összegyűlt avart, figyelmeztetett a nyíregyházi közterületfelügyelet. A lehűlés után lehulló faleveleket érdemes napról napra elseperni, ugyanis az csapadékos időszakban balesetveszélyes lehet. Magánterületen november 15-ig van lehetőség kerti hulladék égetésére, de csak a kellő biztonsági feltételek megteremtése mellett. A hirtelen jött lehűlés következtében felhalmozódott az avar Nyíregyháza közterületein. A megyeszékhely közterület felügyelői ilyenkor rendszeresen vizsgálódnak, a tulajdonosoknak ugyanis kötelességük eltakarítani a faleveleket a járdájukról. Szabályszegés esetén helyszíni bírság róható ki, amely 50 000 forintot is jelenthet. Amennyiben nem találják otthon a tulajdonost, úgy eljárást kezdeményezhetnek ellene, amely után magánszemély 200 000 forintig, cég pedig 2 000 000 forintig terjedő pénzbírságot kaphat. Valóban elkezdett nagyon hullani a falevél a város közterületeire. Ilyenkor mindenki a saját ingatlanát körülvevő közterületen az út teszéléig
kötelesen betartani azt, tehát össze kell seperni a fegyülemlett avart és a lehullott faleveleket, hiszen ez ilyenkor baleset veszélyes, főleg ha jön egy esőre, akkor gyakorlatilag jégszinten tud csúszni az ilyen típusú avar. Első körben mindenkit felszólítunk arra, hogy tegyen rendet a saját portája előtt. Ilyenkor felszólításra általában meg is szokták csinálni a ingatlanosok a rendbetételt. Ha ez mégsem valósul meg, akkor a közterületfelügyelőnek vannak lehetőségei további szankciók alkalmazására. Ugyan tűzgyújtási tilalom jelenleg nincs érvényben, Nyíregyházán továbbra is magas a szállópor koncentrációja, így a katasztrófavédelem néhány napja arra kérte a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne égessék el a faleveleket, illetve az egyéb kerti hulladékokat. Bodrogi László úgy fogalmazott, ingatlan területen belül csak biztonságos körülmények között fogjanak tűzgyújtásba. Azt tudni kell, hogy ezt csak és szélcsendes időben lehet végezni, hiszen a rendeletünkben ez így megfogalmazva. Ott kell lenni a tulajdonosnak, aki éppen égeti az ilyen avart vagy hulladékot. Lenni kell nála olyan eszközök, amivel bármi esetén lehet, hogy jól tenni tüzet, tehát akár víznek lenni kell a helyszínen eszközöknek hozzá. Tehát csak is ezekkel a feltételekkel lehet égetni a belterületi ingatlanok esetén. Külterületi ingatlanok esetén pedig mindenképpen engedélyt kell kérni a katasztrófavédelmi szervektől, amit írásban kell megkérni, és ők ezt engedélyezik, ha engedélyezik persze. Az avarégetés ellen már az állatvédők is felléptek, az erdőszélű területek mellett ugyanis például a sünök a fallevelek alatt kereshetnek menedéket maguknak. Szerdán javult a levegő minőség és a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke nem érte el a tájékoztatási küszöbértéket. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat közleménye alapján a levegő minőség országszerte kiválóan alakul, köszönhetően a borult, időnként csapadékos időnek. Felhívják továbbá a lakosság figyelmét arra, hogy a szállópor, vagyis a PM10 szennyezettség éjszaka a legmagasabb. Ezért az esti és reggeli órákban lehetőleg kerüljék a szabadban végzett megterhelő fizikai munkát vagy sporttevékenységet, és a szellőztetést a déli, kora délutáni órákban végezzék. A következő 3 napban marad a felhős idő, eleinte csapadékkal, időszakosan azonban felszakadozik a felhőzet, amely egyes országrészekben az éjszakai órákra esik, így időszakosan megemelkedhet a szállópor koncentrációja, de tartós feldúsulása nem valószínű. A légszennyezés anyagok koncentrációja általában az egészségügyi határérték alatt, néhol a körül valószínű. A megyénkben termő nagy dobosi sütőtök az egyik legnépszerűbb termék most a piacon. Ennek kilogrammonkénti ára 200 forint körül mozog. A legtöbben ezt keresik a piaci árusoknál és a halottak napjára készülve a különböző sírdíszeket. Ezek ára akár több ezer forint is lehet a díszítettség mértékétől függően. Oranzs vagy kanadai sütőtök, halloweeni faragnivalótök, vagy nagy dobosi sütőtök. Ősszel rengeteg félét találhatunk a piacon ebből a magas karotén és C-vitamin tartalmú, sokak által zöldségként ismert, de valójában a gyümölcsök közé tartozó élelmiszerből. Melegigényes növény és sok vízre is szüksége van ahhoz, hogy igazán szép és vitamindús legyen. Bár a legtöbb zöldségnek és gyümölcsnek megemelte az árát a szélsőséges időjárás, a tökkel más a helyzet. Úgy látszik, hogy nem drágább a tök, mint egy évvel ezelőtt volt. Tehát mindennek emelkedik az ára, de a töké nem. És azért volt a jó a termés, mert jókor kapta az esőt, és utána megjött a sok napsütés, és így finom, édes és paráz a tök. A hosszú hétvége előtt azonban nem csak sütőtök fajtákból van nagy választék a nyíregyházi piacon. A virágárusok és sírdísz készítők is kitelepülnek ilyenkor. Minden szentekre és halottak napjára sokan az utolsó percekben szerzik be a temető díszeit, de vannak, akik jóval korábban művirág formájában. Egy egyszerűbb sírdíszt már kicsivel 1000 forint alatt is vásárolhatunk. A mécsesekkel, feliratokkal és egyéb kiegészítőkkel díszített, monumentálisabb dekorációk azonban akár a 10 000 forintot is súrolhatják. Népszerű ilyenkor a krizantém is. A virág frissességétől és a fej méretétől függően ennek szállankénti ára 100 forinttól 500 forintig terjed. A
A horvátországi Eszék csapata nyerte a Kárpát-medencei akadémiák rendszerének U13-as futballbajnokságát. A Kisvárdán rendezett tornán a hazaiak mellett 7 határon túli akadémia labdarúgói léptek pályára. A második helyen a vajdasági Topolya, a harmadikon az erdélyi Csíkszereda végzett. A Kisvárda 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel az 5. helyet szerezte meg. 8 U13-as csapat részvételével rendeztek egy napos futballtornát kedden Kisvárdán. A Várda Labdarúgó Akadémia a Munkácsi Akadémia szakmai munkájának koordinátoraként lett házigazda. A Kárpát-medencei akadémiák rendszere a Puskás Akadémia felügyelete alatt működik. A magyar kormány támogatását élvező program keretében határon túli magyar lakta területeken alakultak akadémiák, amelyek egységes szakmai irányvonal mentén képzik a fiatal futballistákat. Van egy nemzetpolitikai vonatkozása, ugye a magyarság összetartozásának az erősítése, és természetesen van egy szakmai cél, ami egyértelműen azt gondolom, hogy a magyar futball megerősítése vagy fejlesztésének a lehetőségének a kiaknázása. A rendszer az gyakorlatilag ugye felvidéken a Dunaszerdahely és a Komárno, illetve a Komárom tagja a rendszernek, délvidéken Szlovéniába, Lendva, Szerbiába Topolya, ugye mint tudjuk jól Kárpátalján Munkács, és akkor az erdélyi, illetve a székelyföldi régiót pedig Csíkszereda képviseli. Kisvárdán 2 évvel ezelőtt kisebbek számára már rendeztek egy tornát a KMAR csapatai számára. Neumann Gábor szerint ilyenkor lehetőség nyílik a szakmai tapasztalatok kicserélésére, valamint a gyerekek számukra új futballkultúrákkal is megismerkedhetnek. Más futballkultúrákkal való találkozás az mindig ad lehetőséget a tanulásra, egymástól való tapasztalat szerzésre, mint ahogy ez most is így van. Itt most gyakorlatilag ezen a tornán a balkáni, tehát a szerb-horvát, a közép-európai, itt gondolok a szlovák és a magyar, és valamint a kelet-európai, az ukrán futball kultúrák találkozása van éppen, úgyhogy éppen elég lehetőség van arra, hogy egymás futballkultúrájából ellesünk. Bármi, ugye a mindennapokban vagyunk tanulni ennek a más kultúrának, hiszen nálunk azért 50-60 ukrán, vagy ukrajnából származó gyerek van, és hát ugye tapasztalhatjuk azokat a különbségeket, amik jelen pillanatban a magyar és az ukrán gyerekek között például mentalitásban megvan. A Munkácsi Akadémia vezetője elmondta, hogy hamarosan 2 új pályával gazdagodnak, és tavaszra elkészül a kollégium is, így még több gyereket tudnak majd foglalkoztatni. A gyerekek is látják, hogy van tovább lépés Európába, Magyarországra, jelentkeznek nem csak Kárpátalra, egész Ukrajnából, ha mondok még Krimből, Krimfélszigetről, akkor nem adok sokat, mert és ha kész lesz az egész akadémia, akkor még több jelentkezés lesz a gyerekektől. Csak a legjobbakat fog venni, és a legjobbakat fog adni Magyarországra. A tornát végül a horvátországi Eszék csapata nyerte a vajdasági Topolya és az erdélyi Csíkszereda előtt. A 4. helyen a felvidéki Dunaszerdahely, az 5. a Várda Labdarúgó Akadémia, a 6. a Kárpátaljai Munkás végzett. A 7. hely a szlovéniai Lendvának, a 8. pedig a felvidéki Komárnónak jutott. Elkezdte a felkészülést a 2020-as versenyszezonra Bakosi Péter. A nyíregyházi magasugró novemberben Németországba utazik, ahol Kiss Tamás irányításával szeretne olyan formába kerülni, hogy esélye legyen kijutni a jövő évi világversenyre. Nem a legjobb szezonja volt a 2019-es Bakosi Péternek. A nyíregyházi magasugrót sérülések hátráltatták, kevés versenyen állt rajthoz, igaz, a Minszki Európa játékokon és a norvégiai csapat Európa bajnokságon is képviselte a magyar színeket. Ettől függetlenül nem volt elégedett a teljesítményével, de most már 100%-os állapotban kezdte el a felkészülést, egyelőre idehaza Bakosi Béla irányításával. Egy aláírásnak köszönhetően hamarabb be kellett fejeznem a szezont. Ez egy másfél hónapos pihenő volt, de szerencsére sikerült rendbe hozni a lábamat, és most már elkezdtem az alapozást a jövő évre. Elkezdem itthon az alapozást, majd november vége fele folytatom tovább Németországba, és januárban még nem tudjuk, hogy merre fogok edzeni. Mint Péter elmondta, a kevésbé sikeres szezon sem törte meg, továbbra is az a célja, hogy ott legyen a tokiói 5-karikás játékokon. Most fizikálisan, mentálisan teljesen rendben vagyok, én motivált vagyok még mindig, és szeretnék ott lenni jövő évben az olimpián.
Az olimpiai szint 233 cm, de a magasugrók 32-es mezőnyébe ranglista pontok alapján is bekerülhetnek azok, akik nem teljesítik a szintet. 2020-ban a kínai Nankingban fedett pályás világbajnokságot rendeznek, Párizs pedig szabadtéri Európa-bajnokságnak ad otthont. Az olimpia mellett ezeket is megcélozza Bakusi Péter, aki emellett hazai és külföldi versenyeken gyűjtheti majd az értékes ranglista pontokat. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Mindenkin segít az oltalom szeretett szolgálat, a nappali melegedő, a népkonyhai szolgáltatás és az éjjeli menedékhely is elérhető a fedél nélkül élők számára. A tavalyi évben a leghidegebb időszakban volt, hogy 140-nél is több fő vette igénybe az éjjeli menedékhely szolgáltatásait. Jelenleg ez a szám most kezd 100 fölé nőni. Szakember hiány nincs az intézményben, de önkénteseket szívesen fogadnának, jelentkező azonban nem volt az elmúlt években. Akár 200 ezer forintos bírságot is kaphatnak azok, akik nem seprik el ingatlanjuk elől az összegyűlt avart, az ugyanis az ősz végi időszakban fokozottan balesetveszélyes. Magánterületen november 15-éig van lehetőség kerti hulladék égetésére, de csak a kellő biztonsági feltételek megteremtése mellett. Heten szereztek mesterképesítést az iparkamara szakács vizsgáján szerdán. A vizsgabizottság többek között ellenőrizte a nyersanyaghasználatot, az ízeket és az asztalösszhangot is. Bár nagymértékű a szakemberhiány és az utánpótlás is problémás az ágazatban, a továbbképzés azonban mindenki számára fontos. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, október 30-án szerdán, friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!